Szabolcs-Szatmár Bereg megye talán legszebb gyöngyszemei a beregi és szatmári református templomok. Csenger, Csengersima, Tákos és Gyügye festett kazettás mennyezetei megelevenendő bibliai eseményekhez kapcsolódó szimbólumuk mellett ősi, kozmikus jelentéstartalommal bíró ábrázolások is felismerhetők. Csutkai Csabát a 70-es évek óta vonza a műemlékfotózás. A kiállítás anyaga 3-4 évvel ezelőtt készült el. Elmondása szerint minden kis templom más és más. A közös bennük a fénnyel való találkozás. Én úgy gondolom, hogy csodát lehet látni, de nem én miattam, hanem azoknak a mesteremberek munkái miatt, akik még az 1700-as években itt a reformáció után építettek, pontosabban festettek olyan mennyezeteket, ők voltak a híres mennyező festők, hogy ma is lehet ezekből tanulni, lehet ezekből olyan ikletet kapni, ami tud segíteni a további munkáikhoz az embereknek. Miért is mondom ezt? Azért, mert ez, ha úgy tetszik, ezek voltak az annak kornak megfelelő grafitiai, a megfelelő eklézsiáknak, a működő eklézsiáknak azok a tanítási módszerei, ami a mennyezetekre volt festve. És természetesen ebből a mély szakrális részben azért ott találjuk azokat a dolgokat is, ami már a tudomány felé hajazott, és ez a tudomány a csillagászat felé kell, és ezek az emberek tudósai voltak ennek a alkotó tevékenységnek, nem csak a szép vonalaknak, hanem azt is, hogy mit jelentenek, milyen jelképei vannak azoknak a rajzoknak, amit a festett kazettákra vittek. És ez csoda. Egy másik szobában Súgta Bertalanné kézi munkáit tekinthették meg az érdeklődők. Erzsike néni 9-10 éves korában találkozott először a beregi hímzéssel, majd később a Népi Iparművészeti és Háziipari Szövetkezetben dolgozott, mint hímző. A beregdarúci hímzőasszony nívós elismerésekben részesült határon innen és túl. Erzsike néni munkásságát Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei értéktár elnöke méltatta. A beregi és felsőtiszavidéki keresztemes hímzés hungarikum lett, amelyben neki nagyon jelentős szerepe volt, hiszen együtt kezdtük el több mint 10 évvel ezelőtt a munkát, hogy ez a hímzésvilág bekerüljön a kulturális örökségeink közé a hungarikum polcra is, úgyhogy ezért mindenképpen nagy köszönet jár neki. És ugye Erzsike néni már nincsen közöttünk, de mindenképpen szerettük volna az ő emlékét is életben tartani, és hát azt a motívumvilágot, amelyet, ahelyett így el is hangzott, amely megjelenik valóban a templomokban is, és megjelenik a beregi és felsőtisza vidéki keresztemesben is, hiszen ez mind-mind az ősi örökségnek a része. Hozzátartozott a paraszti élethez, hozzátartozott ahhoz az életrendhez, amelyet éltek az emberek abban az időben, és ezt igyekszünk átmenteni az elkövetkezendőkbe is. És hogy lehet ezt megtenni? Hát egyrészt úgy, hogy nem felejtjük el azokat az alkotókat, akik ebben nagyon sokat tettek, és Erzsike néni is ilyen, hiszen népi iparművészként világ szinten ismerték a nevét, másrészt pedig megtaláljuk azokat a csatornákat és lehetőségeket, ahol ezt a motívumvilágot úgymond át lehet ültetni a jelenkorunkba, és meg kell találnunk azokat a lehetőségeket, amelyekkel a mostani fiatalságot, a következő generációt egy kicsit meg lehet fertőzni ezzel a motívumvilággal és motívumkincsel, és hál' Istennek vannak erre jó példák is, hiszen vannak hagyományőrző szervezetek, vagy például ott van a Beregi Múzeum, ahol egy modernkori divat bemutató keretein belül is olyan ma is nyugodtan viselhető ruhákat alkottak meg, amelyeken ott van, mint férfi, mint női ruhákon, ott van a beregi és felsőtiszavidéki keresztemes hímzés. A rendezvény a Vidék Szelencéje, Értékek és Hagyományok Generációkon át című program keretein belül valósult meg. A kiállítások hosszú időn át megtekinthetőek lesznek Beregdarócon.